Ach, stories over shit, yo. Ah, Derek, ik tell you, kahar, but the kahar, but lacht like a durabus, yek. Also, da quadet la, yuk, a durabus, miranda ebese, de mink chak it katina ki, yuk, merter heslet. Met van a zamonda studot al mint katiba, Derek. Na szóval ez az emese Kati bekapta a legyet. Na, hogy ki volt a légy, aki megbizgette a Kati ninjóját, hát azt is megtudtam a Pirítő, akinek a közértes Mari mesélte, hogy a Zsuzsi mondta neki, hogy a pereces Armando szafaládészt a halálosan megfele. Mostan már nem vessük meg minket ezeket a csajokékat, akik így teherbe esnek lányba, mert itt a faluban hát nincs már szórakozás, ugye? Csak a kocintó meg a posta. Mondjuk Zsiga elég szórakoztató, ha megiszik 4 litkóc egy frés bort, amit leüblít egy liter házi vegyessel, csak az is e véget, most kiáll a kocsma elejébiet szájbőgőzni. Na, a Zsiga nem úgy szájbőgőzik, mint egy rendes muzsikus, nem. Ő addig veri szájba a Lajost, amíg el nem kezd bőgni. Na, de ki kiváltsi erre? Hát a Kati biztos nem azért bibészkedett helyette. Hát mondjuk makramészhatott volna is. Csak az nincs benne ez a makramé az okostelóba. Mert ezek a fiatalok minden héten a balesetén vannak, hát ugye lesik a telót, azt vagy a villanyoszlopot fejelik megfele, vagy a anyaföldet, hát na, biztos beleütközött Armandóba, az meg látta, hogy lemerült a Katié, hát feltöltötte. Mikor kezdett kiperedni a hása neki, ha meg is kérdeztem őt, de tőle mondja, Katikám, jártok is, vagy csak töltötök? Na, azóta nem szólik én hozzám, hogy rágjam szép a szemöldökig, na. Szóval a szituáció az úgy volt, gyerekek, hogy eridek a Cinkapan a utcában, most hallom ám, hogy valaki erősen nyáflakodik. Ha mondok, kikágyilózom, honni gyünánk? Hát a dörömböző portán sivalkodott valaki. Hát mit látok? Kati nekidőve a háznak fogja a hasát. Hatalmas fájdalmai lehettek, mert nem volt nála telefon. Mondok, te most szülni akarol? Azt mondja, nem akar, de muszáj. Bevezettem a házba, lefektettem a hágyra, kérdem, szüleid nincsenek? Azt mondja, elmentek valaha, mondok, hívjuk a mentőséget azonnal, bá! Azt mondja, szervizbe a telefon, mert azt mondja, az apám szétbarmolta. Ha mondtam neki, hogy a keresztelős képet édesapám ossza meg, hát megosztotta a telót 4-be baltával. Láttam, ugye én úgy a filmekbe, hogy szülés közben így susogni kell. Ha mondom, Katikám, lihegjél. Mondom, attól elindul a puja kifele. Kati csak liheg, a szemei kigúvadva, a feje kékül. Mondom, ne csak kifele fújjad a levegőt, te! Hát hatalmas fájdalmai lehettek, elkapta a kezemet, azt olyan erősen szorítta, majd elalírtam, mondom neki, ha érzed, hogy gyűn a görcs, tolja, tolja, de ne engem te! Hát én kirohantam törölközőjén, meg meleg vízért, hallom ám, hogy Katika vakirázik oda be, azt mondja, jaj, Armando, hogy kiskorodban a fantáját, a gázcsapot nyitottad volna meg. Ha most nem fájna ennyire, hogy a hátad legyen előtte, a zorró te tovább.
rohadom befele. Oda nézek, hát látom, ám ugye, amit látok. Hát egy csodálatos, purdé kisfiú bújt elő erre a cudarvilágba, hogy a Belmegyeri Mária áldja meg ezerszeresen. Ha lemostam róla ezt a mélypempő, vagy mi az Isten, bekentem frottírba, rendet raktam, hát jönnek haza a szülők. Szétnéznek, elcsodálkoznak. Kérték, mi a situ, Jolika? Maga ide jár szülni, mi hozzá? Azt mondja, mit szól ez a Kalmán? Ha mondok, nem én szültem, hanem a jányúk. Azt mondja az asszony, hát az nem lehet, hát a lány még nincs férné. Mondom, ne idegesítse, mindenki tudja a faluba, hogy előhassik Katika, csak maguk nem. Hát nincs szemük. Nem látták, hogy nyől a hasa nekije. Az asszony elővette Katit. Te azt hazudtad nekünk, hogy munkahelyi ártalom a nagy hasad. Azt mondja, nem hazudtam, édesanyám, Ármandó is az élesztő gyárba dolgozik. Erre így halkan kiosongattam, de azért hallottam, ahogy a kis purdénak gögítsének. Jézus! Jenniferke is az élesztő gyárba dolgozik. Rohanok! Na csumi!